Szervusztok, Vastag Mária vagyok, a Takiszaki kölcsönzőjéből. Megmutatom nektek a magas nyomású takarítógépnek az összeszerelését. Először is rácsatlakoztassuk a vízcsapra, slagra. Itt lehet rácsatlakoztatni. Ez egy félcolos átmérőjű gyors csatlakozó cső. Utána a következő lépésben rácsatlakoztassuk a magas nyomású csövet. Ez fontos, hogy ez kétféle vége van a magas nyomású csőnek. Ez kettőt nem lehet összecserélni, ez egyikben nagyobb a fém, ezt a géphez rakjuk. Ahogy lenyomjuk, elfordítjuk, katt a másik. A másik végét a pisztolyhoz rögzítjük. Van egy alappisztoly, amihez rögzítjük. Amikor leszeretnénk szedni róla, akkor itt kell feloldani ebben a gombbal. Jó. Ehhez az alappisztolyhoz rakjuk a, csatlakoztassuk a további részeket. Itt van például egy szegymaró fej. Ez tehet. Ezt összenyomjuk és elfordítsuk. Ezt mindig így kell. Kattanás. Vagy még van egy másik szegmarófej, aminek az a különlegessége, hogy ez alapfelszerelés, hogy van rajta egy állítási lehetőség, a soft az a lágyabb mosást, lágyabb víznyomást tesz lehetővé, a hard meg az erősebb víznyomást, így lehet rajta tekerni. A harmadik tartozékunk a teraszmosófej, amilyen forgó vízsugárral dolgozik. Itt állíthatunk a vízsugár erősségén, a soft az a lágyabb, vízsugár, a hard az az erősebb vízsugárral fogja tisztítani nekünk a teraszt, vagy a járólapot. Ezen is van egy biztonsági gyerekzár, tehát amit itt kell megnyomnunk, és akkor nem tudjuk működtetni a pisztolyt. A gépen nincsen nyomásszabályzó, ezért úgy tudjuk a víznyomás szabályozni, hogy közelebb vagy távolabb állunk a mosandó felülethez. Köszönöm figyelmeteket, hasznos munkát kívánok nektek!